adott nekünk, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Egy pár mondatban szeretnék bemutatkozni. Komlom Szilveszter vagyok. Kecsketenyésztéssel és kecsketejből készült termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozom. Nézzük is, hogyan kezdődött mindez. 2006-ban költöztünk ide Körösarányba, azóta nagyon megszerettem ezt a kis várost, rengeteg ismerősöm, de csak jó barátom. És már akkor is tartottam egy országot, akkor még alap voltak, de ez még csak hobbi szinten volt. 2009-ben vettem meg az első kecskét, onnan indult az egész, de akkor még ez csak hobbi szint volt. De akkor már belülről úgy éreztem, hogy nekem mindig ebben kell foglalkoznom, mert ehhez értek. És a rákövetkező években sorba jöttek egymás elégetve a jószágok, sokat cselejteztünk. Ezért az emberek sokan kigúnyoltak, sokan kinevettek, ez miatt, hogy én ebben szeretnék foglalkozva, gondolták, ebből úgy sem lehetek későbbiekben meg ilyen megváltakozásokra, mint. De én nem hallottam senkire. Csak építgettem tovább, amit elkezdtem. Nem tagadom, volt sok nehézség, sok küszködés, kitartás kellett mindenhez, hogy idáig eljussak. De nem váltam meg semmit. 2012 tavaszán annyira felkelődött az állomány, hogy megjelent a tejfelesleg. Ekkor már iskola mellett most teljes kecskét fejtem, a tejet tudtam értékesíteni. De sajnos nem tartott sokáig. A 2012-es év meghozta a válságot, ekkor megszűnt a tejfeldolgozás, eladás, nem lehetett értékesíteni semmit. Ekkor elhatároztam magamról, hogy megtanulós halatot készíteni. Ennek segítségemre volt kis Ferenc, aki sajnos nem tudott eljönni, és megtanított mindenre a sajtkészítéssel kapcsolatban. Eleinte voltak pocsék sajtok, amiket sajnos ki kellett dobni. De a megtartás és a sok próbálkozás hatására egyre jobb és sok sajtok készültek. A tavalyi évben kezdtem el a piacra járni, először csak ide a helyi piacra, és most már járok több piacra is ide. Környezet piacokra, heti 2-3 alkalommal. A vásárlóktól több pozitív visszajelzést kaptam. Ha lehetőségem lenne rá, szeretném a jószágot bővíteni, szeretném saját anyát vásárolni, de hát ehhez kicsit várni kell. Jelenleg 21 kecském, tavaly évben fejeztem be a középiskolát. Sokan panaszkodnak, hogy nincsen munkájuk, nehéz megélhetésük, de nem is nagyon tesznek érte semmit, hogy ezen változtassanak. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert itt vagyok 19 évesen, és van munkám, van jövedelmem, és sajnos kevesen mondhatják el magukról ennyi idősen. Pedig én is egyedül kezdtem, segítség nélkül, egy kecskével, rengeteg kitartással, szenvedéssel és szerencsével. De azt mondhatom, igen, sikerült megvalósítani egyedül egy kitűzött célt. Mindenkinek köszönöm a hallgatást. Thank you.